Szerintem ebből az 50 filléresből sok nasolni valót, és sok mindent lehetne belőle venni. Az evangélikus általános iskola tanulója Román Milán azt gondolta, hogy ebből a mívesen kidolgozott 50 filléresből sok mindent lehetett kiadásakor az 1920-as években vásárolni. A szakértők szerint azonban ez a csinos bankó akkoriban annyit ért, mint napjainkban 10 forint. A Kálai gyűjtemény a Kossuth bankótól a Forintig című kiállítása 100 év pénztörténetét öleli fel. Pont most 100 évvel ezelőtt kezdte el, tehát 1924. júniusában kezdte el a működését a Magyar Nemzeti Bank. A centenáriumot ünneplő Magyar Nemzeti Bank közreműködésével jöhetett létre a különleges kiállítás a Kálaiban. Az apropót pedig az adta, hogy 1921 és 24 között Kállai Tibor vezette a pénzügyminisztériumot, aki a monarchia felbomlása után sürgette, hogy önálló nemzeti bank jöjjön létre. A Magyar Nemzeti Bank összesen 158 műtárgyat adott kölcsön a kiállításhoz. Adtunk kölcsön érméket, bankjegyeket, és adtunk 5 darab verőtövet, amivel készítették annak idején az érméket. Például 2 verőtövet adtunk, ami az 1848-as szabadságharc alkalmából csináltak ezekkel a verőtövekkel, készítettek fizetőeszközöket. A Nemzeti Bank mellett több magángyűjtő és kölcsön adott műtárgyakat. A Kálai család leszármazottja dr. Kálai Nagy Péter például korabeli, mívesen kidolgozott széfeket biztosított számukra. Úrich Attila város alpolgármestere kiemelte, azon túl, hogy az alapvető pénzügyi ismeretek megszerzéséhez is hozzájárul a kiállítás, rá lehet csodálkozni a bankjegyek szépségére. Láthatják az ide látogatók, hogy ez a 48-49-es szabadságharctól kezdve egészen a 46-os forint bevezetésig milyen anyagból készült, milyen volt a formája, a feliratai, milyen művészi kivitelben készültek legfőképpen a papírpénzek, amellett, hogy nyilvánvalóan a pénz a spórolás eszköze is, a pénz egy befektetési eszköz volt, már attól kezdve, hogy a lüdök a Krisztus előtti 7. században először kezdtek tojásdad alakú, de körülbelül kör alakú pénzt verni, és ez egy olyan sikertörténet az emberiség történelmében, amely a világ minden kontinensén, a világ minden emberének a tudatában benne van. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt izgalmas lehet a kiállítás. A pénz mindenkit érdekel, tehát én a kicsiknek, nagyoknak egyaránt ajánlom, hiszen olyan régi pénzek vannak, és ahogy mondták, olyan grafika és olyan gyönyörű rajzolattal készültek ezek a régi pénzek, úgyhogy minden korosztálynak ajánljuk. A Kálai gyűjtemény hétfő kivételével naponta 9 és 17 óra között várja az érdeklődőket.